Fecskefészket gyártanak és értékesítenek a Királyhelmeci gimnazisták. Teszik ezt az általuk létrehozott diákvállalat keretén belül. A gyakorlati közgazdaságtanra szakosodott diákok a Bodrog közben, de talán egész Szlovákiában egyedülálló tevékenységbe kezdtek. Környezetbarát és könnyen kihelyezhető fecskefészkeket gyártanak. Tudva, hogy egyre fogyatkozik a molnár és füsti fecskék száma Közép-Európában, munkájukkal ezen költöző madarainknak és természetes szúnyogirtóinknak szeretnének megfelelő feltételeket biztosítani az utódneveléshez. A gimnazistáktól vásárolt fecskefészket rögzíti lakásának egyik ablaka fölé Záhorec László. Korábban már megfigyelte, hogy a fecskék maguk is próbálkoztak fészek rakással az ablakában. László úgy véli, a szárazság miatt nem tudták befejezni a fészek rakást. Kevés eső volt, ugye nem találtak sarat egyszerűen. Ezt többen is mondták, hogy nem tudnak csinálni fészket, mert nem találnak építőanyagot. Hát így gondolom, hogy megkönnyítsük nekik, hogy hát egy kész házat kapnak. Csak tetszen nekik, hogy azt majd ők közben lakják. Gyere, nézd meg, ez még nem lesz jó. Kell bele egy kis gipsz. Modellgipsz, fűrészpor és víz az összetevői a fecskefészeknek, majd az iskola udvaron talált vakontúrásból nyert sárral vonják be a megszáradt formát, hogy jobban hasonlítson a valódi fecskefészekre. Így készítik a gimnazisták terméküket eladásra. A 15 fős csoport gyakorlati közgazdaságtan keretében diákvállalatot alapított, így tudnak gyártani és értékesíteni. Mi a vállalatnak minden folyamatán végigmegyünk, tehát a vállalat megalapításától a vállalat felszámolásáig. A diákok részvényekkel rendelkeznek, 100 darab részvényt kellett eladniuk a részvény tulajdonosainknak, a részvény tulajdonosaiknak elő kellett terjeszteniük az ötletüket. A pedagógus csupán mentora a diákoknak. A döntéseket önállóan kell meghozniuk, felelősséget kell vállalniuk a termékekért, amit értékesítenek, és a részvény tulajdonosokkal szemben kötelezettségeik vannak. A diákok a vállalkozói jártasságot a Junior Achievement program segítségével szerzik meg. Az Egyesült Államokban 1919-ben alapított, majd Szlovákiában 1992-ben Tomás Batya üzletember közbenjárásával meghonosított program több ezer fiatalnak segített tudást szerezni a vállalkozás terén. A mi fő gondolatunk ugye az volt, mint minden cégnek, hogy profitáljunk, ezért a részvénytulajdonosoktól kaptunk, minden részvényt eladtunk 2 euróra, ami 100 darab részvény esetében 200 eurót jelent, és abból elkezdtünk gazdálkodni, és megígértünk nekik egy vissza lehetőséget, amit a cég bezárásakor megduplázzuk az ő befektetett összegüket. A gimnazisták a termékükkel a Szlovákiában májusban megrendezendő üzleti tehetségbőrzére is beneveztek, illetve egy olyan versenybe, amelyen társadalmi problémákra adhatnak innovatív megoldásokat a vállalkozások.